me on a treasure hunt. I long for something new. Sziasztok lányok és srácok, egy rendkívüli videóval jelentkezünk most, mégpedig azzal, hogy egy kis énekes rigó fiókát viszünk a Magyar Madártani Egyesület által kijelölt mentőállomásra. És lássuk az előzményeket, hogy miért. Egy szívhez szóló kis történetet hoztunk el nektek, és ami arról szól, hogy kicsivel több mint 3 hete arra lettünk figyelmesek, hogy egy énekes rigó pár sertepert él a kertünkben. Tudjátok, az énekes rigó az ilyen kicsit ilyen világosabb barna, a melle részén barna pöttyök vannak, az az énekes rigó. Elég sok madár megfordul itt az udvarban, elég sok a fa, bokor, és ki is tettünk több madáritatót, mondjuk a virágkaspónak az alsó része, az az alátéte is jó lehet ilyen madáritatónak. Érdemes tavasztól őszig kitenni ilyen madáritatót, mert a madarak nagyon hálásak, hogyha esetleg nagyobbat tesztek ki, abba akár még meg is tud fürdeni. Visszatérve az eredeti témánkhoz, arra lettünk figyelmesek, hogy ez az énekes rigó párocska folyamatosan az egyik fára száll, és azt láttuk, hogy építgetik a fészküket. Szépen építgették napról napra, teltek múltak a napok, és egyszer csak azt láttuk, hogy a tojó folyamatosan a fészekben ül. Egyszer, amikor kirepült belőle, gyorsan egy létrát oda tettünk, és megnéztük, és 5 darab két kis tojásocskát láttunk benne ebben a kis fészekben. Körülbelül 2,5 méter magasan volt ez a fészek, vagy van ez a fészek, és eléggé közel van úgymond hozzánk, meg magához a járdához, és akkor bele is néztünk. Szóval megnéztük létráról, hogy gyorsan belekukkantottunk ebbe a fészekbe, hogy említettem, volt benne 5 ilyen kékezző tojás, és aztán gyorsan le is jöttünk, hogy hát ha már a tojó vissza akar ülni a tojásokra, melegíteni őket. El is kezdtünk aztán az interneten utána nézni, nagy örömünkben, hogy mégis tudjuk azt, hogy pontosan ez milyen rigó, milyen a tojása, stb. És akkor ott láttuk, hogy az énekes rigónak van ez a kékeszöld tojása. Nem is tudtuk előtte, hogy ő énekes rigó, meg pontosan így, azért is mondtuk el nektek, hogy néz ki, hát ha esetleg ti is láttok a kertben. Amit a fészekről tudni érdemes, az, hogy ez csésze alakú kis fészkecske, fűszálakból rakja össze, és a belsejét és az alját sárral tapasztja ki. Gondos munka, rengeteg munka van vele, úgyhogy, és nagyon tiszta is volt. Az interneten még ugye, mint említettem, jól utána néztünk ezeknek a dolgoknak, és figyelemmel is kísértük magát a kis madarat, illetve azt, hogy fognak kikelni a fiókák. Maga a tojó ilyen körülbelül 12-14 napot kotlott rajtuk, és akkor az egyik nap arra lettünk figyelmesek, hogy kikeltek és folyamatosan jönnek etetni. A tojó is eljárt élelemért, illetve maga a hím is, és egyszer, amikor üres volt a fészek, nem volt ott se a tojó, se a hím a közelbe se, akkor gyorsan megint létrát oda tettük, és megnéztük, hogy is néznek ki, vagy kikelte az összes, vagy mi a helyzet. És akkor sajnos már csak arra lettünk figyelmesek, hogy 4 tojás volt benne, tehát 4 tojás kelt ki tulajdonképpen, és arra gondoltunk, hogy hát az 5. vagy nem kelt ki, vagy meghalt, vagy akármi, és akkor így a tojó vagy a hím elvitte, hogy tisztán tudja úgy amúgy is tartani a fészkét. Teltek múltak a napok, folyamatos figyelemmel kísértük a kis madárkák cseperedését, az erkély ablakából is nagyon-nagyon jól rá tudtunk látni a fészekre, tehát bele tudtunk nézni, és amikor a tojó rajta ült magán a fészken, akkor is folyamatosan így felfele figyelt minket. Amikor nem volt benne a tojó sem, a hím sem, és még a közelbe se láttuk őket, akkor mindig belekukkantottunk, vagy az erkélyről, vagy pedig magáról a létráról, hogy mégis hogy cseperednek a kis pulykák. Amikor mozgást észleltek a fiókák a fészeknél, rögtön felfele mutatták, kitárva a csőrüket, hogy jöjjön az élelem. A legelején akkor még annyira kis toll nélküli, tok nélküli kis valamik voltak, ilyen kis minik, hogy még a szemüket se nyitották ide, a csőrüket már tátogatták.
Rengeteget olvasgattunk az énekes Rigó szokásai után az interneten, és a mi udvarunkban fészkelő Rigóra illő leírást is találtunk rá, de mint az ember, így valószínűleg minden Rigó is más, mint például az is, hogy a tojó idejének jelentős részében a nem eleség után kellett volna, hogy járjon, hanem a fészek mellett, vagy a fészkekben ülve őrzi és csendesíti le a jelenléteivel a fiókákat. Jelentősen növelve így a fészekaj túlélési esélyét. Hát sajnos a mi tojónk elég sűrűn eljárt élelemért a fészekből, és ő is bőszen hordta nagy mennyiségben a gilisztákat is, illetve a lisztkukacokat is az éhes kis fiókáknak. Szóval pár nap elteltével újra arra lettünk figyelmesek, amikor szemügyre vettük a kis pulykákat, hogy már csak 3 kis rigó van a fészekben. Nem igazán értettük, hogy mi történt, néztük a fészek közvetlen környezetét, a földet, ott a fa mellett is, de sehol se találtuk még azt a kis fiókát, arra gondoltunk, hogy biztos kimászott, vagy valami történt. Azt tudnotok kell, mint már a történetünk elején említettem, hogy elég sok madár jár ide, galamb, gerle, fekete rigó, cinke, szajkó, és még sok más madár is, amit esetleg mi nem ismerünk, vagy nem tudjuk, hogy pont, hogy az, ami. Valamint sűrűn találunk itt a kertben sajnos siklót, gyíkot és mókust is, mindegyik hasznos, hát a mókus a legutóbbi az annyira sajnos nem, de hát ez van, ugye elég sok itt a zöld rész, úgyhogy jól érzik magukat valószínűleg. Azt hittük, amikor 3 fióka volt, az járt a fejünkben, nem is értettük, hogy valamelyik szülő talán miután meghalt, elvihette, mert azt tudnotok kell, hogy ez az énekes rigó, ez nagyon tisztán tartja a fészkét, és amikor eteti a kis rigókat, akkor ugye rögtön őnekik beindul a bélmozgásuk, és azonnal a csőrében elviszi a salakanyagot. És nem találtuk sehol, és azt gondoltuk, hogy lehet, hogy elpusztult, vagy valami, vagy nem tudtuk értelmezni, hogy mi történt azzal a negyedik kis fiókával. Szóval arra lettünk figyelmesek, hogy egy mókus folyamatosan ide jár az udvarra, előtte is már hónapokkal ezelőtt is láttuk, folyamatosan jött ide, volt, hogy kitettünk neki mogyorót, akármit, és akkor azt szépen elmajszolta, hogy a tujafának vannak ezek a zöld kis rügyei, vagy nem tudom minek nevezzem, és akkor abból a magokat mindig ki szokta szedni. Szóval az volt, hogy valószínűleg újra le akar csapni a fészekre, sikerült elijeszteni, de nekünk sajnos el kellett mennünk itthonról, és mire hazaértünk, már csak egyetlen egy kis fióka volt abban a szerencsétlen fészekben benne. Alig 2 óra leforgása alatt az a nyomorult mókus elvitt 2 fiókát, és nem is gondoltuk volna, hogy ilyen ragadozó. Egyszerűen nem is tértünk magunkhoz, hogy mi, hogy a fenébe történhet ez, hát úgy sajnáltuk. Annyira örültünk, hogy ezek a kis fiókák majd itt a szemünk láttára fognak felcseperedni, de sajnos nem így lett. Azonnal el is kezdtünk ennek ugye utána nézni az interneten, hogy mivel tudnánk őt elriasztani, ilyen ultrahangos ketyerében nem is gondolkoztunk, mert az egyrészt nekünk nem volt kéznél, másrészt meg nem akartuk a többi állatot, denevért, akármit, mert azt is szoktunk esténként látni, zavarni. És ugye a mókus az mindenkinek a fejébe egy ilyen helyes, kis szőrös, kis állat, dióval, mogyoróval ábrázolva, hát most ez sajnos a mi esetünkben eléggé más képet festett, úgyhogy vérszemet kapott a drágaság. Szóval többen is írták a neten, hogy a cayennebors, chili, hagyma és mindenféle csípős anyagot pár liter vízbe fel kell főzni, és akkor a közeli ágakra, földre, virágokra rá kell permetezni, és akkor ez ugye a növényt nem bántja, de maga ez az erős szag, ez elriasztja a mókust. Hát eléggé elővigyázatosak voltunk, megtettük azért ezeket a lépéseket, odafigyeltünk, hogy jól bepermetezzünk mindent, de egyáltalán semmilyen sikerrel nem jártunk. Ugyanúgy a mókus ide járt, hiába dobáltuk tobozzal, egyszerűen nem tudtuk semmivel se elriasztani, és arra is figyelmesek lettünk, hogy a szülők folyamatosan egyre hosszabb időre elmentek és nem jönnek vissza, és mindig egyre tovább tartott az, még eleséget hoztak, és a végén már arra gondoltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy már az új fészküket építgetik valahol.
Azon kívül, hogy figyeltük folyamatosan a fészket, és megtettük ezeket az óvünkészkedéseket, nem nagyon akartunk beleszólni a természetnek a dolgába, ugye mert egy rigópár, az kétszer, de olykor háromszor is költ egy évben. Elhívtam a Magyar Madártani Intézet internetes oldalán talált egyik telefonszámot, a hozzánk legközelebbi madármentő állomáshoz megadott telefonszámot, és akkor sikerült is felhívni az emberkét. Körülbelül 20 perc hosszat beszélgettem vele, és azt mondta, hogy sajnos akármilyen nehéz, ugye mi is tudtuk ezt, nem szólhatunk bele a természet dolgába, figyeljük, hogy esetleg jár-e még vissza a tojó és a hím etetni, hogy jön-e a mókus, tehát azért tegyük meg, amit tudunk, de bele ne szóljunk a természet dolgába, ha nem muszáj. És azt vettük észre, hogy már a szülei vissza se járnak etetni a kis fiókát, és mondta, hogy esetleg azt próbáljuk még meg, hogy a mókus ne jöjjön, és hogy azért ne szakítsuk el rögtön a szüleitől a fiókát, hogyha esetleg mégiscsak ne adj Isten visszajönnének. Tegyünk, hogyha van kutyaszőr, vagy valami fodrász ismerősünk, tegyünk a fára, meg a fészek környékére kutyaszőrt, az olyan, vagy emberi hajat, az olyan egy-két napig az a szaga, hogyha a mókus nincsen úgy szocializálódva, akkor az elijeszti őt. Hát sajnos nem volt ez se elég, megint jött a mókus, megint próbáltuk elijeszteni, és folyamatosan figyeltük a fészket, egyik szülő se jött, van is itt egy ilyen kameránk, amivel éjszaka is és nappal is lehet látni a fészket, és azt is visszanéztük percről percre, és sajnos nem jött senki etetni a kismadarat. Szóval nehéz döntés volt meghoznunk azt, amit meghoztunk, de úgy döntöttünk, hosszas olvasgatás után, meg telefonálás után, ugye beszéltünk a Madártani Intézet egyik emberével, és akkor úgy döntöttünk, hogy tudtuk azt, hogy a fiókák 80%-a nem éli túl magát a fészekből való kirepülés, de úgy döntöttünk, hogy megmentjük ezt a kis rigót, mert annyira a szívünkön viseltük a sorsát, és kiszedtük a fészekből aznap este, amikor kitettük ugye a kutyaszőrt is, és akkor egy éjszakát bent töltött nálunk. Estében nyúlóan kerestük az udvarba a gilisztát, ugye utána olvastunk, tudtuk, hogy mit eszik, és akkor másnap reggel, ugye úgy indult a napom nekem korán, hogy elmentem gyorsan a horgászboltba, vettem pár doboz gilisztát, és akkor azt felszeleteltük neki, és akkor csipeszről azt a kis madarat etettük, és akkor ugye aznap megint ugye olvasgattam, és arra a döntésre jutottunk, hogy mi nem tudtuk volna szegénykét úgy fölnevelni, hiába etetjük, hogy ő életképes maradjon, hogy a természetben megállja a helyét, hogy meg tudjon tanulni fürdeni, meg tudjon tanulni vadászni mondjuk, hogy eleséghez jusson, vagy ilyen dolgokra. És visszahívtam azt az embert, akivel előző nap beszéltem, és mondtam neki, hogy akkor szeretnénk azt, hogyha mód van rá, hogy elvinnénk a kis fiókát hozzá, hogy mégis madarak között nőjön fel, és akkor úgy szocializálódjon, hogy ne hiába szedtük ki a fészekből a kis fiókát, hanem szépen felnőjön, és egy szerencsés élete legyen továbbra is. Folyadékot a madárnak nem kellett adni, mivel az anyja sem itatja őket még ilyen korban. Elég volt neki az a folyadék, amit úgymond a gilisztával bevitt a szervezetbe. Maximum 2 óra kimaradással kellett etetnünk a kis madarat, mindig ameddig tátotta a csőrét, addig mindig adtunk neki, jelezte, amikor már nem kért, mindig minden etetés után vagy közben beindult a bélműködése is, és akkor azt mindig nekünk is ki kellett, ugyanúgy, ahogy a szülei kitakarították. Mi is kitakarítottuk azt a kis fészkecskéjét, és azért abba gondoljatok bele, hogy ha 5 fióka lett volna, és ugye van a tojó és a hím, azért az milyen marha munka, hogy folyamatosan etetni őket. Azért egy ilyen kicsit fejlettebb fióka már akár 30-40 ilyen közepes méretű gilisztát is be tud falni. Úgyhogy, ja, marha meló lehetett. És szóval úgy döntöttünk akkor, hogy elvisszük erre a madármentő állomásra ezt a kis fiókát,
Be is tettük egy ilyen macska hordozóba a kocsiba, szépen fészek, úgy készültünk, hogyha esetleg útközben kell letetnünk, akkor tudjuk. Vittük magunkkal a reggel vásárolt gilisztát is, és akkor kétszer is meg kellett állnunk útközben, mert annyira igényelte az heleséget, meg csipogott, jelezte, hogy éhes. Úgyhogy kétszer is megálltunk, és ami még nagyon aranyos volt, és ez ugye utolsó pillanatok voltak, az az, hogy ugye a hátsó ülésre tettük be szépen, ahogy kell, hogy ne csúszkáljon, stb. És amikor elindultunk, akkor sajnos előre kellett vennünk, Merci előre vette az ölébe a kis fészket, és akkor megnyugodott a kis madár, amikor ott volt a Merci közelébe, akkor már nem csicsergett tovább, hanem szépen elaludt, és nyugodt maradt. Úgyhogy ez lett volna a mi kis történetünk. Ami nagyon sokat vaciláltunk, az az, hogy semmifajta féleképpen nem akartunk beleszólni a természet dolgába, nem akartuk elszakítani a szüleitől, és nagyon sokat gondolkodás kellett nekünk ahhoz, hogy meghozzuk a jó döntést, sokat jártunk utána, telefonáltunk, utána olvastunk, mert szeretjük mi is mind a ketten az állatokat, de a magába, az életrendjébe nem szívesen szólunk bele. És mindenképpen szeretnénk nektek megmutatni a videó leírásában is, és elmondani is, hogy mi segített bennünket ezeknek a döntéseknek a meghozatalában. Az az, hogy van a Magyar Madártani Intézetnek egy internetes oldala, linket megtaláljátok lent. Ott olvastuk ugye, hogy ezek az énekes rigók részlegesen fészekhagyók, kimásznak a fészekből, amikor még nem is tudnak repülni, és a szétszóródás elve alapján a magas fűben, bozotosban csipogással jelzik a szüleiknek, hogy éhesek, hol vannak, illetve a szülők tudják egy számunkra hallhatatlan hanggal irányítani a kicsiket, hogy éppen merre menjenek. Ezekkel a tanácsokkal a madarász segített minket, illetve az interneten talált információk. Hogyha hasonló helyzetbe kerültök, akkor a videó leírása alatti linkre kattintsatok rá, lesz egy ábra is most itt a videóba bevágva, és ez alapján is el tudjátok dönteni, hogy éppen az a madár fióka a segítségre szorul, vagy nem. Gondoljátok kétszer-háromszor is át, ti is, hogyha hasonló helyzetbe kerültök, hogy meg kell-e azt a fiókát menteni, vagy nem? Ha nem tudjátok, akkor az internetes oldalon a kérdőív alapján, vagy az ábra alapján meg tudjátok állapítani. Hogyha ezután is tanácstalanok vagytok, akkor nyugodtan bármelyik madármentő állomást, hogyha felhívjátok, készséggel fognak nektek segíteni. És reméljük, hogy hasznos videó volt ez is, és iratkozzatok fel, lájkoljátok. És reméljük, hogy a következő videókkal is majd sok-sok új információval szolgálhatunk nektek. Jók legyetek! Sziasztok! If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it, you know that we disagree. Respect my boundaries, don't come knocking on my door, 'cause it's scary, you must know, after everything we've been through, this can't go on no more.